volt egy műsorom a rádióban, az volt a címben, hogy Kabaré Szepari. Talán valaki hallgatta. Kossuthon ment vasárnap ebbe az esti depresszív sárba, hogy talán egy pár gyilkosságot sikerült megakadályoznom. És jól ment, tényleg, különböző embereket hívtam, és akkor viccesen beszélgettünk különböző dolgokról. Egyszer csak azt mondja a Farkasházi szerkesztő, hogy kéne csinálni egy Kabaré Szeparét Richard Wagnerről. Hát mondom, Teddy, nem tudom, hogy hallgatod a műsort, ez egy humoros műsor. De hát mindent a főszerkesztő. Elszaladtam a Szabó Ervin könyvtár Törökpál utcai fiókjába, kiköcsöröztem 6 népszerű Wagner életrajzot, és reggelre a következőre jutottam. Egyrészt, hogy Wagner Richard rajongott a sejem alsógatyákért, és ebben édesapámra ütött. Illetve minden szpozzon a feleségét meg is dugta. Tehát ilyen az, aki nézett dolg meg, ez a milyen híres dolg, mindenkit megbaszott. Hát mondom, így a Pina vonalán talán már tudunk haladni. Összehoztunk egy egész jó kis beszélgetést, jöttek ilyen Wagner szakértők, szóval ilyen anekdótákat. Wagnerről minden, egész, jó sikerült. Ahogy drága Lojzi nagyapám mondta, aki Szászvároson született, ugye, és 1625 milliméter volt. De büszke volt arra a fél centire, és ezért milliméterben adta meg a testnagyságát. Rettenetes fali volt. Már azért pofon járt, hogyha megkérdezte, hogy mennyi az idő. És mondhatta, hogy 10 perc múlva lesz. Nem azt kérdeztem, hogy volt, vagy lesz, hanem mennyi az idő. Brrr. Volt a Fali nagybátyám, aki szintén olyan volt, mint Katód bácsi. Ő azt csinálta, hogy úgy itta a kakaót, hogy a bögrét így billentette az asztalon és a szájában tartotta. És mondta neki nagyapa, hogy fogd a fülit. Ezért nem kapott. Mert ez az öreget is annyira megdöbbentette, hogy milyen zsenidagus fia van, hogy hiába öblött ki a kakaó, ezért nem járt megtorlás. Na, elég az hozzá, drága Lojzi nagyapám mondta, hogy minden jó tett elnyeri méltó büntetését. Tagságot kaptam a Wagner társaságba. Ez a Wagner társaság azt jelenti, hogy ilyen naftalin szagú öreg urat is könyvek, a korona szállóba videóról néznek ilyen 5 órás operákat. Na, egy év múlva csöng a telefon. Fábri úr, hát annyira tetszett ez a műsor, és olyan hálásak vagyunk, és olyan jót tett a Wagner társaságnak, hogy egy orvos professzor, aki 12 éve rendelte a jegyet, elhalálozott, és lenne 2 jegyünk Bayreuthba az Istenek alkonyára. Jól hangzik. Kérem szépen, Bayreuthban nem drága az opera jegy, de olyan, mint a Trabant kiutalás. Tehát ez nem vicc, 10-12 évre lehet előre menni. Abszolút nincs egy üzérkedés. Állítólag a közönség soraiból civilruhásnyomozók vannak. Én magam láttam sétálni embereket kartontáblában, hogy 60. felvonást veszek. Olyan nagy dolog oda bejutni, de a jegyedet is csak úgy adhatod el, hogy a pénztárnál. Ugye, mert az olcsó jegy és a sok várás az nyilván a melegágya lenne annak, hogy üzérkedjenek, de nem üzérkednek. Na jó, van. Dörfinger Dobi jól felkészített Opel Astrájával elindultunk Herre Pálasztó 42 fokba. Szereztünk valami uraságoktól levetett öltönyt, nem tudtuk, hogy kell Bayreuthba öltözködni. Megyünk, hív Farkasházi Tivadar, aki már kint volt a fő próba éten. A főpróba hét az leírhatatlan, tehát az nem tudom, mint a Coco Chanel divat bemutatójánál látod a próbát, vagy én nem tudom ezt elmondani, mint a kámakő a muszulmánoknak. Az is higiénikus, mi egymillióan megkusziák, mi lehet ott baciba. Na mindegy, Tivadar reál a másik oldalon, ugrál át a hadságon, mint hogyha az elektromörbe menne. És szólnékül a nyakamba akaszt egy orosz katonai távcső. Édesapám 1910-ben született, 16-ban menekültek Szászvárosról Magyarországra.
utána jött az őszirózsás forradalom, jött a proletár diktatúra, jött a gazdasági válság, jött a második világháború, jött 56. Hát szóval ennek az évjáratnak néhány dolgot végig kellett csinálnia. Mi felvidékiek vagyunk, cipszerek, ugye? A cipszerek, akiket itt szászoknak hívnak, nálunk sváboknak hívnak, felvidéken pedig cipszereknek hívják, ugye, mint például Márai Sándor is. És akkor az öreget ide helyezték, ugye, az Osztrák-Magyar Monarchiába, itt kapott Szászvároson állást, ugye, ő erdő- és bányamérnök volt, tehát ebben az értelemben az apai ág nem erdélyi, de hát itt éltek akkor, és mégis innen kellett ugye elmenni. Mint ahogy édesanyám, az Vizaknál született, és ők pedig onnan kerültek Pestre, és aztán később ugye Pesten találkoztak. Tehát jó kis monarchikus család vagyunk. Én a cigánysággal relatíve jó kapcsolatot ápolok. Egyébként a roma szót azt én nem szeretem, azt egy ilyen finomkodásnak tartom. Hát, hogyha József Attilának meg Vörös Partinak jó volt, hát akkor legyen már jó nekünk is, ugye? Csak hát egy kis megélhetőséget, ugye, tisztelettel kellene. Isteni volt, néha szoktam egy lobdaitást már kicsit körülnézni, hogy nincs-e valami érdekesség, és egy kollégámmal egy egyszerre nyúltunk a szőnyegre. Ő is fogta, én is, és kérdezem, a tiéd? Jó, de eladom. A következő történt, Szürke Pátriánba mentem le kerékpárral, a zöld és másba, megáll egy akkora BMW, hogy Moszkvába végzett, kiszáll belőle egy ilyen kétlázsás kankolléga, és ugye a cigányoknál intenzívebb a testbeszéd, tehát ő szájon csókol, ha olyannya van, és az acsit picit megemel. Tehát egy intenzívebb body language, de én ezt már tudom kezelni, tehát jön csőrre, akkor kicsit így befordítom, akkor ide befuszil, és csípőből egy kicsit kifordulok. Azt mondja, Sanyika, a világom, hát óriás, amit te ott művesz, nagyszerű, te a kislányomnak nem akarsz lenni bérma keresztapja, vagy bérma keresztapja, azt mondja, 60 kakasz szúrtunk meg, a csodálatos ünnepség lesz. Sadok, én csak annyit kérek tőled, ha a műsorodban bemondanád, hogy csoki vagyok külön. Mondom, látom. Azt mondja, ha a műsorodban bemondanád, hogy szereted a csokit, a különben én is itt lakom. Akkor eldöntöttem, hogy bemondom. Tehát nem voltam tárgyalási pozícióban, tehát ha valami gáz van, engem Lampert Monika nem vér meg. Ha valami történik, akkor nyilván csokit hívom először, ugye, azok nem mi voltunk. Na, elég az hozzá. Össze is hívtam a stábot, hogy hova tegyük vele, aztán a végén beletettük, hogy kezeket a papra, fölé élnek a csajok, szeretem a csokit, azok nem tűnt fel senkinek sem. A probléma a csokit azóta nem láttam, hát gondolom, hogy fatális félreértések sorozataképpen biztos helyen tartózkodik, ahogy ezt mondják, tehát ingyenes fegyveres őrség, napi háromszor étkezés. Megyek a Szentendrei úton magamnak előre, jön egy ilyen hasonló Audi, óriási méretű Audi, benne ránézésre 6225 év börtön, letekerik, de nagyon jó lesz, amíg eljön. Hát világom, óriási nevemre veszlek minden Sándorkán csókolnak, hova igyekszel, minden elvigyünk, hogy s mint. Mondom, és ti mibe settenkedtek, drága testvérek? Szóval, ha megpróbálunk valami bűncselekményt. Milyen tiszta hang! Milyen őszinte, szikár, józan, ugye? Nem azt mondja, hogy konvergencia program, meg privatizáció, meg közbirtokosság, ugye? Nem ezt mondja, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy csillag megy az én. Na, voltunk lent Székesfehérváron szerepelni, buszmegállónál egy 50-60 családtagunk kötetlenül beszélgetett, 5-6 olyan kézzel szerett Mercedes társaságában, amit nemhogy nem láttam, hanem én nem is ismertem olyanokat, akik ilyet láttak. És kötetlenül beszélgettek arról, hogy ki milyen lagziba járt. Azt mondja az én. Ha én olyan lagziban voltam, hogy a 12 esztendőstől idősebb skót viskit így döntöttük a pap. Igen. Az semmi. Mi? Egésznél nagyobb araszopókás cigarettát így peckel. Egésznél nagyobb. Ezt mi nem tudjuk. Ezt lesz a cigárságtól megtanulni. Ez egyszerűen parányos. Aztán van még a papának egy régi vicce,
Beregszázba befut a vonat, szállnak le az emberek, masinista rágyújt egy cigarettára. Kihajul az ablakon, ott szellőzködik. Arra megy a cigány, azt mondja, ha nagyságos mozdony vezérigazgató. Ha volna kedves megilletni egy finomabb cigarettát, az ó, te kis fűtő. Nekünk elég sokáig nem volt televíziónk, ugye, ami ma már elképzelhetetlen, és ennek megvolt az az előnye, hogy jobban összejöttek az emberek, és meséltek, anekdotáztak, ugye, tehát az én nagyapám, aki egyébként Brassóban született, nem olyan messze innen, ő részt vett az első világháborúban, 1880-ban született, és azt kell mondjam, hogy én még az első világháborút azt első kézből kaptam meg, ugye? Tehát meséltek történeteket, és hát a családban rengeteg jó történet mesélő volt, és hát talán annak, amit én ma csinálok, hát ez az egyik eredője vagy ősforrása. Én mindig is szerettem így dumálni, meg kisebb társaságokat én mindig szóval tudtam tartani, ugye? Tehát azért egy házi buliban, mondjuk a konyhában azért általában én voltam a spíler, és hát most gyakorlatilag ugyanezt csinálom, csak nagyobb közönség előtt. Két brácsás megy haza éjszaka a Birkócsis utcába. Ugye néha szoktam ezt a Mendel figurát csinálni, ezt én tulajdonképpen az Usztistól tanultam, meg a Markostól, meg a Bajortól. Ez egyfajta beszédmód, ahogy a pesti muzsikus cigányok beszélnek. Hát meg ahogy mennek. Az valami csodálatos, olyan művészi jellegű, és kicsit így eltartják a brácsát, lakcipő magasított sarokkal, tevesző raglán kabát, sejemsál, acélkék nyúlszőrkalap fekik a szállammal, 150 mm-es barna Lopreskin száj zipóöngyújtóval. Azt mondja az egyik, Ákoska, ha valami csodálatos egy álmom volt az én, ha formázzad Balázs, ha mit te álmodoztál? Ákoska, azt a álmodoztam, hogy én vagyok a leges, legnagyobb rácsás a világ. Igen? És én? Te is. Lehet a végét kiszámítani, tehát te olyan cuki, ugye? Szóval egy teljesen más rúgóra jár ide, mint amit az ember gondolna. Na, volt drága Bartos Tibor barátom, nemrégében halt meg, műfordító, az angol-amerikai irodalomnak a nagy részét ő fordította, egy csodálatos ember. Szomszédjában lakott egy régiségkereskedő, Balog úr, aki nagyon értett a régiségekhez, de a számok és a betűk bűvös világában nem sikerült behatolnia. Úgyhogy Tibor csinálta a könyvelését, és ennek kapcsán ugye elmesélte a híres Balogról szóló történetet. Egy szavon múlik, majd meglátja. Azt mondja, ha maga az a híres Balog, aki egy általban kiveren 100 piszkábát. Ez a szek, ugyanaz a szó, mint az eszkábálni. Ugye? Tehát szekkovács, ugye? Voltak ennél foglalatosságok. Maga az a híres Balog, aki egy általban kiveren 100 piszkábát. Maga az a híres Balog, aki egy bálban kikopogik 100 csát. Maga az a híres Balog, aki egy éjjelen leverel 100 numerát. Amár nem én gondolok, az a nőtest. És nem tudod, hogy mitől röhögsz. Ugye, nyilván, ha a nőtestnél szót ismerni, akkor nem működik az egész. Ez rejtélyes mechanizmusok ezek. Az látható, aki itt volt, hogy azért ez egészen más, mint ami a televízióban van, ahol inkább ugye rövidebb blokkokra van szükség, és aktuálisabb dolgokra. Itt egy ilyen önálló esten az ember
hosszasabban, és hát mondjuk tud adózni a valódi történetmesélésnek. A verbalitás az nyilván részben, hát a nyelv az engem mindig is érdekelt, beszélek is egy pár nyelven, olvastam is ezt-azt, de gondolom, hogy elsősorban családi. Ez nekem egy másik énem bizonyos értelemben. De hát gondoljon bele, hogy azért a 260. adás felé ballagunk. Ami azt jelenti, hogy azért két hétről két hétre valamit csak ki kell találni. Ugye most már indultunk ilyen 25 perces monológokkal, ugye, tehát amikor az elején beszélek, és most már ilyen 40-45-50 percnél tartunk. Na kérem, befejezésről elmesélek három történetet. Egy cigány, egy székely és egy zsidó történetet. Önmagunkért beszélnek. A székely kicsit félve ugye itt a diaszporában, de megkockáztatjuk. Hát az meg van, ettől függetlenül a két székely barbombázik. Ömbölödik. Na. Pénredik. Netán. Ódorodik. Na, akkor DNS mondják. Na, a cigány történet a következőképpen szól, ez egy megtörtént eset, Hauman Péter mesélte nekem. Történt pedig, hogy Csongrádban a tüzérből eltűnt néhány raklap tatai hódfarú cserébe. Hát lopik a magyar is, de a gyanú ezúttal a kisebbségre tettük. A rendőrkapitány hívatta Lakatos 23 körzeti meghízottat, Bonckéz a kifejezése. Hát menne már ki a putri sorra, azt szót értsen a főkényve. Hát Lakatos 23 kiballan. Hát a putrik bizony kopottacskák, mint annak előtte. De mindeniken tatai hódvarkú cserét pávárolni. Na hivatja üstölnést a Vajdát, azt mondja, Kasi, hát mióta laktok ti itt? Ha vagy 8 éve. És a cserét, ha nem ugye használjuk. Én ennél jobbat nem tudom. Na, kérem tisztelettel! A székely történet az nyilván ismerős, ugye székelyek kártyáznak, és éjfél felé Áron bácsi egy szörnyű galambocskát enged a légtérbe, amelyet két óra múltán Balázs szóvá is tesz. No, de Áron! Hajnali 4-re megjön a válasz. Nem én voltam, az búr is. De bense nincs. Na, a zsidó történet kicsit hosszabb, de remélem, hogy megéri. Jákob elmegy a rabbihoz. Bölcs rabbi, adj én még egy tanácsot. Hallgatlak, fiam. Rabbi látszólag minden rendben van, én velem. Gyönyörű házat épültünk a Genezáradi tó partján. Abban élünk szép fiatal feleségemmel, Sárával. De este lett a kandalló előtt. Nincs émléken, de szép téma. Attól tartok, hogy a szép új házunkban a Genezáradi tó partján a kandalló előtt nem fogom tudni szóval tartani az én szép fiatal feleségemet. Akkor ahelyett, hogy gyermeket sokaságával tenni boldogga házasságunkat, egy nap elhagy engem. Mert kicsi a baj, Jákob. Én annyit mondhatok neked, mint szellemi vezetőt, hogy egy jó zsidó ember életében három nagy téma van. És pedig a szeretet, a család, és a hóhmecolás, az okoskodás, a filozofálás. Azt mondom én még eljártam. Úgyha estelente szép új házatokban a Genezáradi tópartjának handalló előtt, eme három nagy téma mentén fogod te szőni estvéri beszélgetésnek szövedénként, akkor a te szép fiatal feleséged, Sára, nemhogy nem hagy el tégedet, de minden bizonyal gyermekek sokaságával teszi boldoggá a házasságot. Na, Jákob hazaballag ebben a szellemi hangos kodácsán. Estére begyújt a kandallóba, elhúzza a firhangot, a holsugár bukdácsol a Genezáradi tó habjain. Halkan kocog a Sára kötőtűjét. Jákob meg rettentő mód vakarja a fejét, hogy hát hogyan kéne már most konkrét kérdésé formázni a rabbi tanítását. Ugye szeretet, szeretet. Bonyolult. No, szeretet ügyben a következő kérdés pattanik elő, ami Jákobunk bíborajakáról. Mondd, Sára,
Szereted a showletet? Nem! Nem szereti? Nem szereti, ugye hát? Nem lehet tovább menni ezzel a témán. Hát van még két próbálom. Na, Jákob vakarja a fejét, családügybe a következő frappás kérdéssel rukkol elő. Mondj hára, van te néked húgod? Nincs. Hey! Azt a jelezőzre. Jákob másodszor is állítja betörődött. Na hát most már nem marad csak egy próbálkozás, a hópecolás. Itt azonban Jákob annál huszárosabban kivágja a rezet, amennyiben a következő kérdés adja el az ő fogai kerítését. Ez a nevecseri fordítás Homérosz. Mindig nevetnek rajta. Következő kérdéssel rukkol elő. Mondsára. Ha volna húgod, szeretnéd a showlet? Ami engem meglepett, mert tehát az érdeklődés, tehát hát talán a fesztivál igazgató úr nevében is elmondhatom, hogy anélkül, hogy fényesítene, de hát elmondta, hogy az estemre volt a legnagyobb érdeklődés, pedig hát azért van itt egy-két nem kispályás előadó, és nagyszerűbbnél nagyszerűbb emberek, és ez nyilván jól esik. Ez gondolom a televíziónak is köszönhető. Mi 13 évvel ezelőtt jártunk itt Osztis Mátyás barátommal, hát akkor nem volt olyan egyszerű az én helyzetem, ugye? Én vezettem be kvázi a dolgot, és akkor több volt a kommunikációs differencia is, ugye? Tehát mondjuk a mai esetben szó volt a kubúról, ugye, amiben lehet mindenfélét tartani. Na most itt ez nincs, azt hiszem. Tehát csak úgy az emberek úgy kikövetkeztették, úgy nevettek. Van más néven, világos, csak na most 13 évvel ezelőtt meg rengeteg ilyen különbség volt. Tehát én megmondom őszintén, hogy én óckodtam is az itteni fellépéstől, mert itt nem arról van szó, hogy nyelvileg nem értjük egymást, tehát nem a magyar nyelvről van szó, hanem valamiben benne lenni. Ugye? És van nekem egy másik nagy történetem a zacskóstejről. Na most, aki a zacskóstejet nem ismeri, ugye, ami számomra az egész kádárizmusnak a metaforája, hogy 20 évvel a rendszerváltás után zacskóstej van, hát szóval teljes képtelenség, akkor az nem érti. Én az szép gázsit kapok egyébre részükségre. Ahogy egy régi barátnőm mondta, Sanyikám, jó, meg vagyok, baszva, nem kell utoljárni. Nagyon aranyos, ez egy naptár, vagy könyv, fali kép, megnézem, ha nem alakszik, jó? Júj, névre szóló ilyen kis plakettó. Na, oda tesszük a nyuszi, ez dolgokat, és akkor ezt valahova állítani kell, vagy nem nyuszi, tudom, a zsüzsi, nyuszi, a hullik a szőröd, ilyen. Na, milyen felül? Jó, ez áll az irasztalon, mondjuk? Ezekkel a kis lábakkal. Hát nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Eltesszük, ahogy drága nagyanyám mondta, miért vertétek magatokat költségbe?